Jó estét kívánok! Látom, hogy megérkezett az első nézők. Mindenkinek kellemes estét kívánok! Új szögből, új helyről jelentkezem most. Szokásos időpontunkban vasárnap este van, 9 óra magyar idő szerint. Itt Rishon LeZionban, azaz izraeli idő szerint, ugye 10 óra van már. És ilyenkor, ahogy már eddig az elmúlt, hát igen, az elmúlt 3 hétben ugye, a zsidóságnak a 13 hitelvéről fogunk tanulni. Ugye ez Maimonides megfogalmazásában ez a 13 hitelv. Az elmúlt 3 órán ugye magának a hitnek a fogalmáról beszéltünk, hogyan lehet, milyen módon lehet definiálni magát a hitet. És ez tulajdonképpen még nem is tartozott ugye bele a 13 hitelvbe, erre azért volt szükség, hogy tudjuk, hogy a további vizsgálódás során, amikor a maimonidészi hitelvekről beszélünk, akkor amikor a hitről beszélünk, akkor tulajdonképpen mire gondolunk. Úgyhogy ez volt az előző 3 órának az anyaga. Most egy kicsikét visszautalnék azért a múlt órára, ami nem is a zsidóság 13 hitelvéről szólt, hanem zsidó történelem, zsidó gondolkodás történet volt. Sajnos az adás megszakadt, és illetve nem megszakadt az adás, hanem a kép szakadt meg, a képnek nagyon rossz lett a minősége, mindenféle kockázás volt, ilyen, én is láttam utólag, én ugye nem láttam ezt a saját kamerámba, de láttam, hogy milyen csíkos képernyő jelent meg. Szóval ez nagyon szerencsétlen dolog volt, nem is volt jó a világítás, ezt is láttam. Úgyhogy most igyekeztem egy kicsit találni egy másik szöget és belefektetni. Most ez a felvétel telefonról zajlik, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez most egy kicsit jobban fog működni, és hogy a nézésnek a feltételei is könnyebbek lesznek. Jó? Majd esetleg ezt írásban mindenki vissza tudja jelezni nekem, azt megköszönöm. Annyit még lenne egy-két közérdekű dolog, és próbálom azokat a pillanatokat elcsípni, amikor nem köröz a fejem körül ez a kis molylepke. Szóval, ugye eddig 3 órán, az aki velem tanult, az eddig 3 órán vett részt. Tanultunk ugye vasárnap esténként a zsidóságnak a 13 hitelvéről. A következő nap, tehát hétfő esténként zsidó etikát tanultunk, ugye Szolovejcsik rabbi művéből. Erre 2 napra rá, ugye szerda esténként a zsidó gondolkodás történetről tanultunk. És most, ezen a héten lesz egy újabb óránk. Pénteken, ugye Oberlander rabbival való egyeztetés követően megállapodtunk, hogy péntekenként ismét visszatérünk a szicháknak a tanulására. Most nyilván, mivel péntek, az már ugye Erev Sabbat, és ugye már készülünk Sabbatra, ez nem történhet meg, ugye ez az órát, ezt nem lehet sugározni ugyanabban az időben, mint a többi órát, hogy este 7-8-9-től, úgyhogy ezt valamikor a reggeli órákban, a délelőtt esetleg kora délutáni órákban fogjuk sugározni. Ezt még nem tudom pontosan, hogy milyen módon lesz, de ez a terv, és nyilván mivel ezen a héten tervezem ezt elkezdeni, ezt majd a továbbiakban a hét hátralévő részében ezt majd fogom jelezni, illetve majd az oldal is fogja jelezni, hogy erre pontosan mikor fog sor kerülni. Úgyhogy arra is most már jó előre, az aki esetleg a további órákon azt látja, hogy nem tud részt venni, viszont pénteken lenne esetleg ideje, akkor annak mondom, hogy pénteken nagyon sok szeretettel fogom várni, elkezdjük tanulni ismét a szichákat, ez a Lubavitchi Rebbének a heti szakaszokhoz, illetve a különböző zsidó ünnepekhez kapcsolódó tóramagyarázata. Mi elsősorban most a heti szakaszokkal fogunk foglalkozni, úgyhogy ez azt gondolom, hogy a szombatra való felkészülésben nagyon fog mindenkit segíteni. Ugye amellett, hogy meg kell venni kenyeret, vagy meg kell gyúrni ugye Barkhesznek a tésztáját, és be kell hűteni esetleg a kidusa, a szőlőlét vagy a bort, emellett nagyon fontos a szombatra, vagy azt mondom, még fontosabb spirituális készülődés, és nem is lehet jobban készülni erre, mint hogy pénteken esetleg még mielőtt nagyon intenzív lenne a sabati készülődés, azelőtt tanulunk egy kis haszid filozófiai tartalmú tóramagyarázatot. Úgyhogy erre tényleg most mondom, majd még el fogom mondani a további adások alkalmával is, hogy mindenkit nagyon sok szeretettel fogok arra várni. Jó, csapjunk bele a témába, a lecsóba. Miről volt szó az elmúlt órákon? Ugye beszéltünk a zsidó hitnek a fogalmáról, hogy hogyan értelmezzük mi, illetve a haszid magyarázatok szerint hogyan látjuk mi a hitnek a jelentését. Úgyhogy most már rákanyarodhatunk magára a maimonidészi hitelveknek a tárgyalására. Most ennek az első órának az alkalmával ugye az első hitelről fogunk beszélni, csak közben előttem van egy gép, amit követem én is.
történéseket. Tehát az első hitelről fogunk beszélni, amit most mindjárt rögtön héberül fel is olvasok. Mindenki előtt ott, mindenki tudja. Nem tudom, hogy ennek van esetleg már valami kész magyar fordítása, úgyhogy most mondom, hogy ez szabad fordítás lesz, hogy én fordítom, de Sámó a Lima könyvében azt gondolom, hogy a Jigdál című dalos versben legalábbis a tartalmát meg lehetenek találni. Jó. Következőképpen hangzik héberül az első hitev. Anima amin be emuna shlema shehabore yidbarach shmo hu bore umanhig le kol haberuim vehu levado asa beose vejase le kol hamasim. Ez annyit jelent, hogy hiszem teljes hittel, hogy a teremtő legyen áldott a neve, ő minden teremtménynek a teremtője és irányítója, és ő csak is ő tett, tesz és fog tenni minden cselekvést a világban. Most ez az utolsó mondat, ez nem volt túl magyaros, de tulajdonképpen ennek a tartalma azt jelenti, ez az isteni gondviselésre is utal, hogy nincs olyan dolog a világban, ami megtörténhet tulajdonképpen Isten beleegyezése nélkül. Az elsődleges, tehát még egyszer, amit látom most ennek az első hitelben, az első Maimonidészi hitelben, két dolog van ebben megfogalmazva. Az egyik az, hogy Isten az elsődleges létező, ő a fő ok, mondjuk úgy, hogy ő az origó, az inercia rendszerünkben, minden más utána következhet, és nem csak arról van szó, hogy utána következhet, hogy ő az elsődleges létező, de arról is, hogy minden más teremtménynek, illetve bocsánat, úgy mondom, minden teremtménynek, mert ugye Isten nem teremtmény, Isten az első létező. És azt mondom, hogy minden teremtménynek viszont a léte, az egyedül az ő létéhez kapcsolódva értelmezhető. Na most egy fél pillanat, csak a kamerát állítom, remélem, hogy nem zavaró, látható vagyok. Sajnos nem látom most a kommenteket, ez egy kicsit nehézség, de most látom, szuper, jó. Tehát, csak olvasom, fél pillanat, mert én ugye a telefonon nem látom a kommenteket, hanem csak itt a számítógépen tudom követni. Nagyon jó! András, köszönöm szépen, szuper a kép és szuper a hang. Jó, köszönöm, akkor ez a visszajelzés. Mostantól látni fogom már a visszajelzéseket is, úgyhogy fogok reagálni. Jó, de térjünk akkor vissza a hitelvekhez. Tehát a lényeg ugye az, hogy ennek az első hitelvnek a lényege, amit Maimonides kimond, hogy Isten az elsődleges létező, és minden más létezés csak az ő létezéséhez, ő létezésének a függvényében értelmezhető. Na most, amikor Maimonides kimondja ezt a két dolgot, akkor azért egy nagyon erősen, tulajdonképpen ennek a tartalma nagyon erősen, nagyon szorosan összefügg az első parancsolattal is, ugye a 10 parancsolatból az első parancsolattal, ami nem fogom pontosan idézni, de ugye úgy hangzik, hogy én vagyok az örökkévaló, kivezettelek téged Egyiptom országából, szolgaság házából, és ugye ezt hagyományosan a Tóra magyarázók úgy értelmezik, hogy ez a parancsolat, ami megmondja, hogy hinni kell az örökkévaló Istenben. Na most, ezzel kapcsolatban azonban, ugye azt egyáltalán, hogy Maimonides, ugye a Misné Tóra című művében, ugye foglalkozik a parancsolatoknak a számozásával, ugye hány tórai parancsolat van, ő alapítja meg ezt a 613-as számot, valamint ugye foglalkozik a hitelvekkel is. Na most van két másik középkori tóri magyarázó, Doni Yitzhak Abarbanel és Nachmanides. Nachmanides esetleg úgy is lehet ismerni, ugye a nevének az akronimiából képzett ilyen rövidített nevéből, hogy Ramban, ugye nem Rambam, Rambam az a Maimonides, Ramban pedig a Nachmanides. Tehát Don Yitzhak Abarbanel és Nachmanides is óriási tóramagyarázók voltak. A nagyobb tórakiadványokban, ahol nem csak ugye Rashinak van ott a kommentárja, hanem még sok tóramagyarázónak is, Ibn Ezra-nak, Nachmanidesnek, Abarbanelnek, Iskuninak, Sfornónak, tehát ahol vannak, ott mindig feltűnik az Abarbanelnek és a Nachmanidesnek is a magyarázatát. Két nagyon-nagyon híres tóra magyarázóról van szó, nagyon meghatározó középkori zsidó gondolkodókról. És ők azt mondták azonban, hogy ez kicsit problematikus, hogy Maimonides ugye a 613 parancsolat közé sorolja az örökkévalóba vetett hitet is. Ugye erről már a múlt órán is beszéltünk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy amikor a hitnek a parancsolatáról beszélünk, akkor tulajdonképpen nem is isteni létáról beszélünk, hanem inkább
isteni létezésének a minőségébe, a mienségébe, a természetébe vetett hit parancsolatáról. Na most, Abarbanel és Nachmanides, ez konkretizálja ezt a problémát, ugye, és már erről is volt kicsit szó a múlt órán, de nem specifikáltuk, hogy ez mennyire kötődik Abarbanelhez és Nachmanideshez, ennek a problémának a felvetésének a megfogalmazása. Ők azt mondják, hogy hogyan lehet a hitet besorolni a parancsolatok közé, hogyha azt tudjuk, hogy eleve a parancsolatok elfogadása, az feltételezi, hogy elfogadom, hogy van azoknak egy megparancsolója. Ellenkező esetben, ha én ezt nem fogadom el, hogy van egy parancsoló, akkor magukat a parancsolatokat se fogadom el, így a hitet bár besorolhatom a parancsolatok közé, de tulajdonképpen lényegtelen, hogy miről beszél, mi a tartalma, mert unblock a parancsolatokat nem tudom elfogadni, ha nem fogadom el a parancsolónak a létezését. De más oldalról megközelítve is problematikus. Ha elfogadom a parancsolónak a létezését, akkor azt mondom, hogy elfogadom a parancsolatokat is. De akkor egy olyan parancsolat, hogy higgyek az örökkévalóban, magyarul higgyek a parancsolóban, az értelmét veszti, mert ez igazából nem lehet egy parancsolat, hanem az a parancsolatoknak az előtétele. Tehát az szükségeltetik ahhoz, hogy elfogadjam a többi parancsolatot. Tehát bárhogy is van, akárhogy is értelmezzem, látszólag problematikus, szintisztán az örökkévalóban való hitet, Istenben való hitet a parancsolatok közé sorolni. És ugye Abarbanel is arra a következtetésre jut, amiről a múlt órán már beszéltünk, hogy igazából a kérdés, illetve a parancsolatnak a tartalma az nem maga Isten létezésébe vetett itt, hanem milyen Istennek ez a létezése. És Abarbanel mondja azt, hogy a parancsolatnak tehát két része van. Egyrészt ugye higgyünk Isten létezésébe, de ezt nem mondhatjuk parancsolatnak. Mert ahogy ugye már kifejtettük, ennek nincs értelme így megparancsolni. A másik része viszont, ugye a hit parancsolatának a másik aspektusa az az, hogy higgyünk ennek a minőségében. Na most felteszi Abarbanel a kérdést, milyen minőségében, és a következő választ adja. Abban lehet hinni, és azt lehet megparancsolni, hogy isteni létezése az tökéletes és teljes. Ezt a kettőt már meg lehet parancsolni. Ha hiszek én egy örökkévalóban, akkor azt mondom, hogy egy olyan örökkévalóban kell hinni, akinek a létezése az teljes és tökéletes. Most mindjárt meglátjuk, hogy mit értünk teljes és tökéletes létezés alatt. Amikor azt mondom, ugye többféle lét van, amikor Istenre azt mondom, hogy ő az origó, ő a kiinduló pont, akkor ezzel azt mondom, hogy tulajdonképpen ő a feltétele minden más létezésnek. Ezzel azt mondom tehát, hogy a létezése szükségszerű a többi létezéshez, ugye? Minden más létezés az nem szükségszerű, mert ugye az nem a létnek az előfeltétele, hanem az már maga a létezés. Isten létezését azonban egy kicsit másképp definiálom. Isten létezésének a minősége az más jellegű, mint a mi létezésünk. Ezt azért nem lehet elképzelni, mert nem lehet elképzelni. Mert mi a saját fizikai korlátaink között ugye arra vagyunk kárhoztatva, hogy ezekről a dolgokról valamilyen módon bizonyos abstrakciókat eszeljünk ki magunknak, elmélkedjünk rajta, de valójában nem tudjuk elképzelni, mert mi is ebben a téri idő korlátozta világban élünk. Tehát az ezen keretek közé szorított lét az, amit el tudunk képzelni, és ezt tudunk viszonyítani. Más típusú létet, ami nem kötődik, aminek nem feltétele ilyen meg olyan paraméter, azt nem nagyon tudjuk elképzelni. És ugye arról beszélünk, hogy isteni léte az szükségszerű, és a többi lét az pedig csak lehetséges. Isten léte azt mondjuk, hogy nem feltételes, tehát feltétel nélküli, a többi létezés az viszont feltételes. Ugye ezen mit mondunk? Az, hogy ahhoz, hogy bármi létezzen, ugye Istenen kívül, és ezért mondjuk nem más teremtények, nem Istenről és más teremtényekről beszélünk, hanem Istenről és a teremtményekről. Mert Isten az egyedüli olyan létező, akire igaz az, hogy ő nem egy teremtmény. Minden más létező az teremtmény. És én értelemben pedig, tehát még egyszer, hogy egy kicsit specifikáljuk, mi a különbség ugye a két létforma között. Isten létezése szükségszerű, feltétel nélküli és elsődleges. Ezzel szemben a teremtmények létezése az nem szükségszerű, hanem csupán lehetséges, nem feltétel nélküli, hanem feltételes, ez a feltétel Isten, és nem elsődleges, hanem
maximum ugye másodlagos, illetve bocsánat, minden másodlagos, mert minden másnak a létéhez szükséges ugye az isteni helyeslés, hogy ő élhessen. Az a beleegyezés, hogy ő élhet. Na most felmerül a kérdés, hogy ha azt mondjuk, hogy abban kell hinni, ismerjük, most megállapítottuk azt, hogy tulajdonképpen mi a különbség Isten létének a minősége, és a teremtmények létének a minősége között. Felmerül a kérdés, hogyha mondjuk, is mondjuk lenne olyan lény, ami nem függne Istentől, ami Istentől függetlenül létezne, akkor ez miben csökkenteni Isten létének a tökéletességét, illetve a teljességét? Ugye? Úgy is fel lehet tenni a kérdés, hogy az, hogy minden teremtmény tőle függ, minden más létezés tőle függ, és hogy ő szükségszerű, az miben tesz hozzá, ez a, illetve miben váltja valóra, miben teljesíti be ezt a teljességet és tökéletességet? Azt tudjuk válaszolni, és közelítsük meg igazából az első kérdés alapján. És akkor még egyszer ismétlen. Egy kicsit nehéz a téma, úgyhogy nem sietek. Hogyha azt mondom, hogy van olyan létezés, ami nem Istentől függ, az miben vesz le Isten tökéletességéből és teljességéből? És erre azt lehet válaszolni, hogy Istennek a... Ugye ez azt jelenti, hogyha van olyan, amiben, ami függetlenül létezik Istentől, akkor abban a dologban már nincsen benne Isten. Ha Isten létét szükségszerűnek fogom fel, akkor azt mondom, hogy minden más létezésben, vagyis minden teremtménynek a létezésében ott kell legyen az isteni energia, Isten éltető energiája. Ha azonban van olyan létező, amire azt mondom, hogy az függetlenül létezik Istentől, akkor azt mondom, hogy abban a létben nincsen benne isteni teremtő energia, nincsen benne Isten, így azt mondom, hogy ugye Isten is hiányzik onnan. Ha azonban azt mondom, hogy minden létezésben benne van Isten egy kivételével, ugye ez a szóban forgó példa, hogy esetleg van egy valami létező, ami nem Isten lététől függ, amiben nincs benne Isten, akkor már Isten léte bármennyire is minden másban benne lenne, akkor azt mondom, hogy Isten léte már nem szükségszerű. Mert ha csak egyetlen egy ellenpélda is van rá, ha azt mondom, hogy van egyetlen egy létező, amiben már nem kell, hogy ott legyen Isten, akkor Istennek a léte sem szükségszerű, mert nincs mindenben ott. Hanem akkor azt mondom, hogy Isten léte lehetséges. Persze mondhatom azt, hogy na jó, de hát a nagy képet tekintve, hát most ezen egy példa kivételével mindenben ott van Isten. De igazából ez az egy példa jelenti a lényeget. Ugye, ami nem léte, ugye ez nem így van, mi ezt nem fogadjuk el. Mi azt mondjuk, hogy nincs olyan létező, amiben ne lenne ott Isten léte. Ugye mi nem hiszünk abban a vallási dualizmusban, én még gimnáziumban tanultam, hogy a perzsáknak volt egy ilyen duális, tehát ilyen kettős hitük, hogy volt a jónak, meg ugye a rossznak az ereje, és ezek ugye egyenlő erőt képviseltek, és ugye egyik nem volt benne a másikban, de hozzáteszem, nem vagyok ott van a perzsa vallásban, úgyhogy lehet, hogy aki jobban ért hozzám, jobban ért nálam, mert ez az megcáfol, úgyhogy inkább ezt nem is folytatom. De a lényeg az, hogy ugye ebben a fajta kettőségben a zsidóság nem hisz. És azt mondjuk, hogy nincs olyan létezés, amiben nincs ott Isten, mert ha nem lenne, mert ha lenne ilyen, akkor Istennek a szükségszerűségét cáfolná meg. És a feltételnélküliségét, és azt mondaná, hogy Isten léte az csupán lehetséges, és nem szükségszerű. És ez nagyon fontos. Ezzel azt is látjuk egyben, hogy aközött a két dolog, hogy az a két aspektusa ugye Istennek, hogy egyrészt, hogy ő szükségszerű, és az a tétele, ugye az a része az első hittételnek, hogy minden más teremtmények a léte az tőle függ, ez két elválaszthatatlan aspektusa ugyanannak a dolognak. Ugye? Ugyanannak a dolognak, ugye az első hittételnek. Jó. Remélem, hogy ezt sikerült megérteni. Nézem a Facebookot, úgyhogy kérem, hogy jelezzétek vissza, hogy esetleg van-e ezzel kapcsolatban bármi kérdés. Most látom, Péter, érted, minden Hashem beleegyezésével történhet, tehát a bűn is. Erről majd még fogunk beszélni. A bűn, ugye a vétek, az ugye már a szabad választásnak a következménye. De, mert ugye Isten, ez szó lesz erről a 13 hittételben. Most azt szeretném, elnézést, hogy csak ugye ez a szabad akarat, meg a szabad választás, ez egy óriási téma. És a 13 hittétel is foglalkozik velem, de
Az igazság az, hogy úgy érdemes ezekről a dolgokról beszélni, hogy szépen lassan fölépítjük. Én teljesen megértem ugye azt, hogy ezek olyan kérdések, amik ugye választ követelnek, és ezekről fogunk beszélni, de mindenek előtt arról szeretnék megbizonyosodni, hogy az, amiről most beszéltünk, ez világos volt-e, érthető volt-e, lehetett-e érteni, hogy mi a különbség tulajdonképpen a két létezési minőség között. Úgyhogy most nézem a Facebookot, hogyha valaki esetleg visszaélezne, akkor azt megköszönöm. Fél pillanat. Nézzük. Jó, úgy látom, hogy bocsánat. Nézzük, csak itt gyorsan ugrik nekem. Válaszok. Hol van ez? Hát, elnézést, nem sikerült megnyitnom ezt a válasz opciót, de most szépen, oké. Szépen, oké. Jó, akkor köszönöm Anna a visszajelzést, és Péter, remélem, hogy nem probléma, akkor meg másoknak is mondom, rendkívül fontos a feltett kérdés, és fogunk róla beszélni, de ez egy későbbi hitel során fog felmerülni, jó? Folytassuk most a folyamatos teremtésnek az elvével. Van a Maimonidészi filozófiában, ugye neki van egy filozófiai műve, amit úgy hívunk, hogy a tévegők útmutatója, vagy láttam más magyar fordításban úgy hívják, hogy a tévegők kalauza. Nem fontos. A lényeg az, hogy Maimonidésznek ez a filozófiai értekezése. És ebben közli azt az elvet, hogy a teremtésnek a módját azt úgy hívjuk creatio ex nihilo. De most már beszéltem erről a fogalomról, de egy kicsit nézzük meg ugye a szavaknak a jelentését. Ez egy latin kifejezés, jól gondolom. Kreáció az nyilván ugye a teremtésre, kreálásra utal. Az ex az valamiből való kimenettel. Most ha az angolra gondolunk, aztán többen értik. Mint mondjuk a latint, akkor az mondjuk exit, az ugye általában, ha mondjuk egy plázában vagyunk, az ugye a kijáratra utal. Tehát valamiből kilépés, valamiből való kihaladás, áthaladás. Illetve a nihilo, az ugye magyarul is néha szoktuk mondani, hogy nihil, az a semmire utal. Tehát kreáció, tehát teremtés, kreálás, ex valamiből, miből? A semmiből, a nihilből. Teremtés a semmiből. A Maimonidész megfogalmazta nagyon-nagyon fontos tételt, hogy az isteni teremtés az a semmiből történt. A haszid filozófia, vagy azt mondom, hogy nem csak a haszid filozófia, de általában mondjuk, amikor héber nyelven, vagy a Lashon HaKodesh, tehát a szent nyelven beszélnek erről, akkor ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy yes, mi ayin. A yes az héberül azt jelenti, hogy van, az ayin az azt jelenti, hogy nincs, vagy nem, a me az pedig megint csak, mint az ex, az a bolből. Tehát a yes a van, a nincsből. Ez megint csak ugyanaz, mint a kreáció ex nihilo. Tehát a valami a semmiből, a valami a nem létből, a létezés a nem létből. Maimonidész azt mondja, hogy hogy az isteni teremtést az úgy kell elképzelni, mint a semmiből való teremtést. Na most azt látjuk ugye, hogy tehát minden egyes teremtményre igaz az, hogy mielőtt meg lett volna teremtve, ugye a nem létnek volt az állapotában. Ez megint csak egy olyan dolog, amiről beszélgetni tudunk, de nyilván vizualizálni nem lehet, már pedig elképzelni dolgokat vizualizáció nélkül az igen nagy kihívás. De próbáljunk egy kicsit meg absztrakció szinten gondolkodni ezekről a dolgokról. Tehát azt mondjuk, semmiből történt a teremtés. Hogyha ahhoz, az első teremtéshez szükség volt ugye az isteni energiára, tehát a különböző létező entitások ugye azok nem voltak jelen, nem volt létük, akkor azt mondjuk, hogy azoknak a léte egyedül az isteni teremtéshez köthető. Ha ez így van, akkor azt látjuk, hogy úgy a természetes állapota, a természetes potenciája ugye ezeknek a létezőknek az, hogy nem léteznek. Az a természetes, és amikor Isten megteremti őket, azzal avatkozik közbe tulajdonképpen az alapértelmezett állapotba, azzal változtatja meg a nem lét alapértelmezett állapotát, és változtatja meg a nem léteti létté. Így hozza létezésre a semmiből a dolgokat. De ha azt látjuk, hogy tehát a dolgoknak a természetes állapota az a nem lét, akkor ez azt jelenti, hogy maga a létezés is csak azáltal történhet meg, csak azáltal jöhet létre, hogy Isten belefektet egy energiát. Na most az isteni energia befektetés, azt nem úgy kell elképzelni, mint nálunk embereknél, mert ha mi mondjuk valamibe belefektetünk egy energiát, akkor az úgy néz ki, hogy van egy bennünk lévő lehetőség, potenciál, egy energia,
És azért, hogy az valamilyen megnyilvánult formát kapjon, valamiben beletesszük valami munkába, és azáltal a bennünk lévő energia meg a potenciál az csökken, azonban az általunk mondjuk létrehozott vagy megalkotott dolgoknak a számossága az meg növekszik. Isten esetében nem így van. Istenben lévő lehetőséget, vagy potenciált, vagy teremtő képességet semmilyen módon nem változtatta meg a világ teremtése, mert ugye Isten minden szempontból végtelen. Tehát tőle nem veszel, tőle nem emészt fel energiát. De mégis azt mondjuk, hogy anélkül, az isteni tevékenység nélkül, hogy ő megteremti a világot és a létezést, anélkül ugye nincsen létezés. Mit látunk ebből? Hogy nem elképzelhető az, hogy Isten megteremti a világot, és utána a világ önmagában létezik, mert ez azt mondatná velünk, ez azt sugalná, hogy már pedig a világnak van egy önálló létezése. Az örökkévaló megteremti, belefektet egy energiát, és onnantól kezdve azonban az már tud működni. De ez azt mutatná, hogy tulajdonképpen van egy ilyen természetes tulajdonsága, hogy tud létezni az örökkévaló nélkül is. És ez azt mondatná velünk, hogy nem kell neki folyamatosan belefektetni energiát, hanem, mint ahogy a görög isteneket ábrázolják az Olympuson, ülnek, ezt majszolják a szőlőt, és gyönyörködnek a teremtés munkájában. Ugye az, ami egy óriási különbség ugye a kreáció ex nihilo elvében mondjuk ahhoz képest, ha mondjuk elképzeljük, hogy a teremtés az egy egyszerű történelmi esemény, mondjuk így történelmi eseménynek, mondjuk onnantól kezdve, hogy megteremtik az időt, mint fizikai dimenziót, és lehet már ugye történelmről meg időségről beszélni, akkor azt mondhatjuk, hogy hogy az, ami ugye óriási különbség, hogy itt nem arról van szó, hogy volt egy forradalmi esemény maga a világ megteremtése, és onnantól kezdve pedig a világ az úgy volt önmagától, hanem a forradalmi az, hogy ez a teremtés, ez a teremtő energia, ez folyamatosan jelen kellett legyen a világban. Ez mit jelent? Hogy nem elképzelhető az, a világ létezése miatt nem elképzelhető az, hogy Isten megteremti a világot, és utána nem fekteti be ugyanezt a teremtő energiát a világnak a létesztetésébe. Hanem azt látjuk, hogy mivel a dolgoknak az alaptermészete az, hogy nem létbe legyen, és a létezés az csupán egy isteni közbeavatkozásnak az eredménye, ezért azt mondjuk, hogy Isten minden pillanatban újra teremti ezt a világot. Ugye, hogy jól szemléltessük, hogy kell ezt elképzelni, ugye a Tóra elején, Teremtés könyvében, ugye, vagy a Genezisnek is, vagy a Genezis könyve, Brésitben, Tóra legelső heti szakaszában olvassuk azt, hogy Isten különböző teremtő utasításokat adott. Legyen világosság, legyen nappal, választasson el az éjjeltől, alsó vizek a felsőktől. És azt látjuk, hogy ugye ezek által megteremtetik a világ. Na most, tehát ahogy ugye az a Tórában meg van írva, a kimondott szó által teremtetik meg a világ. Ugye ebből azt látjuk, hogy maga a világ az nem más, mint isteni kinyilatkoztatás. De ez a kimondott szó, ez ugye nem olyan, mint a mi szavunk. Ugye mi, amikor kimondunk egy szót, akkor vagyunk mi, és van a kimondott szó, amit kimondtunk. Azt mondom, hogy bármennyire is ugye tőle mered a szó, ugye a hanghullámok tőle merednek, az én hangképző szerveim azok, amik dolgoznak ugye a szónak a megformálásán. Az én elmém az, ami kigondolja, hogy mi legyen annak a kommunikációnak a szándéka, amikor kimondom az adott szót. De nem mondhatom azt, hogy a szó az én magam vagyok. Azt mondom, hogy a szó, meg én, az két külön entitás vagyunk. Onnantól kezdve, hogy kimondtam a szót, az tulajdonképpen elmúlik. Annak nincs több hatása. Kimondtam a szót, és az addig létezett az a szó, amit kimondtam. És utána már nem. Ellentétben velem, aki kimondtam a szót, de még mindig itt vagyok. Na most, hogy egy kicsit jobban értetővé váljon, hogy mire gondolok, mivel akarom szembeállítani az emberi beszédet, ugye az isteni beszéddel. Mert amikor azt mondjuk, hogy Isten beszél, akkor ugye, és ugye teremtő szavakon keresztül hozta létre a világot, vagy teremtette meg a létezést, azt mondjuk, hogy az nagy különbség az isteni szavak között és az emberi szavak között, hogy az isteni szó az nem válik el Istentől. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy azt mondjuk, hogy Isten az egy szükségszerű létezés, és elfogadjuk ezt a tétet. Ugye, amikről korábban beszéltünk, hogy Istennek a létezésének van egy szükségszerű, egy feltétel nélküli és egy elsődleges minősége. Akkor azt mondjuk, hogy minden más létezés is, minden más entitás is tőle függ. Mit jelent ez?
Ugye amikor entitásokról, meg létezésről beszélek, akkor nem csak fizikai létezésről beszélek, spirituális létezésről is. Ugye vannak spirituális létezők és fizikai létezők. Mondjuk az én testem az egy fizikai létező. De mondjuk a gondolatom, ugye, az már, vagy egy eszme, az már egy spirituális létező. Aztán nem lehet azt mondani, hogy annak van valami formája, valami megfoghatósága, az már egy spirituális létezés. De azt mondom, hogy az is tulajdonképpen már a teremtett valóságnak a része. Nem mondhatom azt, hogy Istenen kívül bármi, amit, ugye bármi, amit látok, ami érzékelhető, az nem a teremtett valóságnak a része. Ilyen módon pedig, amire gondolok, az is a teremtett valóságnak a része. Most ilyen értelemben, ha pedig ezt, ha ez így van, ugye, akkor mikor Isten kimond egy szót, ugye, most nem úgy, ahogy mi, de Isten mondjuk mond egy szót, ezáltal teremti a világot, akkor azt kell látnunk, hogy abban a szóban benne kell legyen Isten. Miért? Mert Istennek a léte a szükségszerű, tehát a kimondott szó, általa kimondott szó, ami a teremtett valóságnak a része, mert ugye egy isteni cselekedetet igényel, ugye, az isteni beszédet mondjuk így, akkor abban is jelen kell legyen Isten. Na most, ha ez így van, akkor azt is mondhatjuk, hogy maga a szó ugye nem különül el Istentől. Ugye benne kell legyen Isten a szóban. Ha meg azt mondom, hogy a világ az nem más, mint az isteni kinyilatkoztatás, ugye az isteni teremtő szavak által legyen világosság, akkor azt kell mondjam, hogy Isten folyamatosan benne kell legyen a világban. Tehát ez is azt az elvet támasztja alá, hogy a teremtés az folyamatos, folyamatosan megújuló, és Istennek a léte nélkül a világ se létezne. Tehát a világnak a létezése, az tulajdonképpen Istenben tud nem megtestesülni, mert ugye Istennek nincsen teste, ezt is majd a hitelvel között fogjuk tanulni, de Istenben tud megfogalmazódni a világnak a létezése. De most, hogy mondjuk könnyebben, mégiscsak megpróbálom azért valamivel modellezni ezt, hogy kell ezt elképzelni. Én úgy mondanám, hogy mondjuk, ha ezek az isteni szavak azóta hangoznak el, ugye az, hogy legyen világosság, teremjenek ugye növények, élővilág, stb. Minden létező. Akkor ezt úgy kell elképzelni, mintha Isten ezeket a szavakat mióta kimondta volna, folyamatosan mondja újra. Vegyünk valamit példának. Mondjuk ábrázoljuk ezt úgy, mint egy harsonának a megfolyását. Abban a pillanatban, hogy én megfolyok mondjuk egy harsonát, a harsonából mondjuk egy lélegzett vételre belefújok egyet, és ennek a fújásnak, ennek az energiának, ahogy ezt megfújom, ennek van egy potenciálja. Mi ez? Az, hogy elkezd ugye rezgéseket generálni a harsonában, és abból hang jön ki. Most ez a hang is ugye valameddig, egy bizonyos ideig fog hallható lenni. Amint azonban kialszik az az energia, ami ugye az én fújási energiám, ugye nem sokkal utána ugye a rezgések is megszűnnek, az általa generált mondjuk hanghullámok, és ugye maga a harsonának a hangja is már érzékelhetetlen lesz. Na most ez az, amiben különbözik mondjuk Istennek a szava. Azt mondjuk, hogy ez a legyen, mondjuk az analógiánkban ez a legyen világosság, mondjuk ez egy harsonafújás. És azt mondjuk, hogy amint kialudna mondjuk ennek a fújásnak az energiája és megszűnének a rezgések, én rögtön abban a pillanatban újra belefújok egyet, hogy ezáltal újra generáljam azt a fajta rezgést, ami a hasonlából egy hangot fog kiváltani, és amit mi fogunk tudni hallani. De most azt mondjuk, hogy Isten ilyen módon létezteti tulajdonképpen a világot, hogy folyamatosan megújítja ezt a teremtő tevékenységét, folyamatosan benne van, ugye, amint megszűnne az az isteni energia, ami elteti a világot, Isten újabb energiát, újabb teremtő hangot hallat magából. Ugye ezek nem fizikai dolgok, hanem ez ugye ez megint csak ugye elképzelhetetlen isteni, de valahogy ilyen módon kell ezt elképzelni. Most mit jelent ez? Hogyha tudjuk azt, hogy folyamatosan ugye bárminek a létezéséhez folyamatosan ott kell legyen ez az isteni teremtő tevékenység, ez az isteni teremtő energia, akkor azt látjuk, hogy ennélkül azonban ugye egyik pillanatról a másikra, de fogalmazok még pontosabban, végtelenül rövid idő alatt megszűnne a világnak a létezése. Ez megint csak azért nagyon nehéz fogalom, mert amikor valaminek a létének a megszüntéről elmélkedünk, vagy gondolkodunk, akkor általában mondjuk a halál fogalmával tudunk operálni. Hogy mondjuk van egy test, van egy ember, aki hogyha eltávozik, akkor mondjuk a lelke, ugye hitünk szerint ugye eltávozik a testből,
De nem mondhatjuk azt, hogy onnantól kezdve ugye ő nem létezik. Azt mondjuk, hogy a lelke elválik a testtől, de maga a test az továbbra is ott marad meg. A lélek is továbbra is létezik, csak azt mondjuk, hogy külön válnak. A testet már nem élteti a lélek, de maga a test, mint fizikai entitás, mint egy fizikaisággal rendelkező valami, az továbbra is ott marad. Sőt, tovább megyünk. Még akkor is, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk és elnézést, ha valakinek rosszul esik, hogy ilyenekről beszélek, csak tényleg a példakedvéért. Tehát azt mondjuk, hogy mondjuk, amikor a test mondjuk atomjaira bomlik, akkor se arról beszélek, hogy teljesen megszűnik a léte. Ugye testként való léte megszűnik. De még akkor is az anyag, az visszamarad belőle valamilyen módon, ugye? Tehát nem tudjuk elképzelni a teljes semminek az állapotát. Hasonló módon. Azt el tudjuk képzelni, mondjuk egy légüres teret el tudunk képzelni. De ugye tér nélküliséget nem nagyon tudunk elképzelni. Tehát az a nehéz, amikor arról beszélünk, hogy az isteni teremtő szó energia nélkül a létből nem egy tulajdonképpen egy ilyen halott létezésbe is tehetsz, hogy ez nem egy szerencsés fogalom, de nem azt látnánk, hogy mondjuk a világ az meghalna, hanem azt látnánk, hogy nem látnánk semmit egész pontosan, mert egyszerűen megszűnne a létezés. Ugye végtelenül rövid idő alatt. Ez elképzelhetetlen, de így kell elképzelni. Ha nem lenne benne az isteni teremtő energia minden egyes pillanatban, ugye a világnak a létezésébe, akkor egyszerűen nem lenne létezés, semmi nem lenne. Érdekes ugye ez, ha mondjuk egy példát kellene mondani, úgy lehetne ezt elképzelni, hogy ugye képzeljünk el egy kézművest. Kézműves az készít egy vázát, de miután elkészítette a vázát, miután az úgymond megszületett, létrejött, akkor utána, hogyha annak a formálója mondjuk elhagyja a vázat továbbra is jelen van. Sőt, hogyha annak a készítője eltávozik a világból, meghal, a váza még akkor is létezik. Tehát az ő létezése, a váza készítőjének a létezése, az nem szükséges feltétele annak, hogy a váza létezzen továbbra is. Annak, hogy megformálódjon, igen, de annak, hogy tovább létezzen, annak nem. De most ilyen módon ugye ezt is külön kell választanunk, hogy ahhoz, hogy a világ létezzen, ugye nem elég az, hogy Isten mondjuk elkészítse, megformálja a világot, hanem az is, hogy folyamatosan ott maradjon. Isten létezése nélkül teljesen értelmezhetetlen lenne a világnak a létezése is. De akkor ha azt mondjuk, hogy az emberi teremtést mondjuk, vagy az emberi alkotást mondjuk jól híven lehet mondjuk illusztrálni mondjuk egy vázának a készítésével, akkor mondjuk, hogy az isteni teremtő vagy alkotó tevékenységet mondjuk illusztráljuk egy földobott kővel. Azt mondjuk, ez is egy ilyen haszit példa, haszit filozófiai tanítás. Hogyha feldobunk egy követ, akkor a kő egészen addig száll a levegőben, amíg a hajtó energia, vagy a dobó energia, az benne van a kőben. Amint azonban ez az energia ez kialszik, amint megszűnik, vagy amint elveszik belőle, ugye az ellentétes erőhatás, a gravitáció, az vissza fogja húzni a Földre. Na most, ugye, itt láthatjuk, hogy van egy nagyon nagy különbség. Ahhoz, hogy én ugye a követ valamilyen módon a levegőben tartsam, ahhoz folyamatosan bele kéne fektetni valahogy ezt a dobó energiát, ki kéne találni valami gépet, vagy valami felhajtó erőt, ami folyamatosan ugye a kőnek a szállását, vagy a repülését eszközölni, de ennélkül a folyamatos energia befektetés nélkül ugye a kő az megszűnne repülni. Na most azt mondom, hogy a mi példánkban akkor úgy lehet ezt látni, hogy mondjuk a világ létezése, az mondjuk az analógiát tekintve mondjuk a kőnek a repülése. A kőnek a repülése egy fél pillanat alatt visszatérne eredeti állapotába, a nyugalmi állapotba, hogy a Földön fekszik. Azt mondom, hogy a kő természetes állapotában ugye a Földön feküdt. És csak az én külön energiabefektetésem hatására, a dobóenergia hatására kezdett el szállni az égben. Viszont amint ezt az energiát már nem fektetem be, nem újítom meg, mondjuk így, a kő visszatér az eredeti állapotába, ugyanígy a teremtéssel és a világgal is. Amint Isten megszűnik beletenni ezt a fajta teremtő energiát a világba, a világ egy pillanat alatt visszatér, ugye nem úgy, mint a kő, aminek még idő kell, mire visszazuhan a Földre,
hanem még sokkal inkább igaz ez a világra, a világ létére. Amit megszűnik az isteni energiának a belefektetése, a világ az azonnal visszatérne a nemlétnek az állapotába. Hasonló módon lehetne egyébként modellezni ezt mondjuk egy mivel is? Mondjuk a nappal. Azt látjuk, hogy ez megint a Snehu Zalman rabbinak a tanítása. Ugye a Snehu Zalman rabbi a Bashem Tovnak a tanítványa volt. Bashem Tovot egyébként úgy is hívta, mint a spirituális apját. És ezzel arra utalt, ugye, hogy a Bashem Tov volt a haszi tanításoknak ugye tehát ő fogalmazta meg ugye tanításaiban a különböző haszítanokat, de ő nem vetette ezeket ugye papírra, nem írta le ezeket. És az ő tanítványai közül kerültek ki a különböző ma is létező haszidirányzatoknak, és ezeknek ugye különböző értekezéseik voltak. Na most az egyik ilyen irányzat ugye a Chabad, és ennek a haszid irányzatnak ugye a megalapítója, vagy a alapművét megírója ugye a Snehu Zalman rabbi. Liad és Snehu Zalman rabbi, vagy hogy mi hívjuk a Chabad körülben ugye az Áterebben. Na most ő a Bashem Tovnak a tanításait a Tanyában rökítette meg többek között, és a Tanya az ugye egy ilyen öt részből álló mű. Az első része az, amit Likuti Amarim, a közepes a könyvének hívunk, és a második része az, amit úgy hívunk, hogy Sár, ha Yihud, ve ha Emuna. Amit úgy is lehet, ugye, a szó szerint fordítanánk, azt mondanánk, hogy az egységnek és a hitnek a kapuja, de a bevett magyar fordítás az az, hogy a hit és az egység kapuja. Na most ebben a könyvében írja le azt a példát, hogy úgy kéne elképzelni ezt a teremtő energiát, mint mondjuk a napot és a sugarát. Ugye a földre érkeznek, bocsánat, csak közben nézem, hogy van-e újabb komment, tehát ahogy érkezik ugye a földre a napsugár, mi azt úgy érzékeljük, mintha ez egy külön dolog lenne mondjuk magától a naptól. A valóság azonban az, hogy ugye a napsugara az elválaszthatatlan a naptól. Ha a nap az kialudna, akkor egy pillanat alatt ugye a napsugár se lenne. Most nem arról beszélek, hogy egyébként ez egy érdekes dolog, mert ez egy modellezés, mert ugye azt tudjuk, hogy a napnak a fénye az 8 perc alatt ér el a földre, tehát mi csak 8, a napnak a kimúlása után mondjuk 8 perccel tudnánk ezt. De mi igazából modellezés céljából használjuk ezt, nem természettudományos kutatás céljára. Tehát azt mondjuk, hogy a napnak a sugarának a léte az értelmezhetetlen a nap korongnak a lététől. És ugye hasonló módon, tehát ez a feldobott kő, és azt kérdezzük, tehát ugye, hogy mi a különbség mondjuk a nap és a nap sugara a feldobott kő, valamint az elkészített váza teremtése között. Vagy mondjuk másként, mi a különbség az isteni teremtés és az emberi teremtés között? És ugye azt kell mondjuk, hogy amikor az ember teremtő igazából nem teremt, ugye ez egy ilyen becsapós kérdés volt, vagy egy nem jó feltett kérdés, az ember nem teremt, az ember formál, alkot már meglévő dolgokat, de nem teremt. Az ember nem tud semmiből valamit teremteni. Az ember az egy meglévő dolgot tud felhasználni és újra formálni. Ahogy például a vázának a készítője, az bizonyos anyagokat, azaz agyagot használja föl, és mondjuk az agyagformázó korongra ráteszi az agyagot, és a tanulmányai, és azért mert tanulta, hogy hogyan kell ezt formálni, képes egy más alakot formálni abból. De tulajdonképpen az, hogy egy ilyenné formálhatja az agyagot, ez már eleve benne van ez a lehetőség. Ugye? Tehát azt mondjuk, hogy ez már benne van a lehetőség az agyagban. Az agyagnak a léte, az már magában hordozza azt a lehetőséget, hogy formáthatatok ennek az anyagnak. Azonban a létezés, az nem ez egy potenciál. A létezéssel nem rendelkezik semmi. Ez nem egy alapértelmezett dolog. A létezés az eleve azért valósulhat meg, mert Isten akarja. De a dolgok önmagukban nem rendelkeznek létezéssel, csak Istenen keresztül. Egy adott anyag az önmagában már rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy formát adjak neki. És ilyen módon értelmezhető az, hogy milyen módon lehetséges az, hogy miután megformáltam a vázát, formát adtam neki, az úgy is marad. Azért, mert nem kell hozzá teremtő energia. Ugye? Az anyag az már megvan, én csak megformálom. Azonban a létezés ez teremtő energia kell. És ez az alapvető különbség. Most ezen az órán én nem akartam nagyon tovább menni, mert
Én legalábbis úgy érzem, hogy ez egy nagyon nehéz téma. De most olvasnám a kommenteket és kérdezném, hogy vannak-e kérdések. Az az igazság, hogy 15 válasz van nekem írva a kommentek között, de nem látok csak 4-et. Péter, a kérdésedet látom. Azt látom, mit gondolsz arról, hogy kiléptünk a stratoszféra határain kívülre, de ott már nem Isten nekünk szánt teremtésében járunk? Minden, tehát ugye Isten az ugye az emberért teremtette a világot. Tehát ilyen értelemben ugye nincs olyan dolog, amit nem értünk teremtett volna. Értem a kérdést. Ez egy kicsit úgy hangzik a kérdés, és nem azt mondom, hogy te így gondolok, Péter, hanem tulajdonképpen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy mondjuk vannak olyan istentelen dolgok, mondjuk kimenni a világűrbe. Én ugye, nem én leszek, aki megmondja, hogy ez így van, nem így van, de ez nagyon nem tűnik nekem, ez egy helyes álláspontnak. Tehát én azt gondolom, hogy minden, ami létezik, az Isten ugye az emberre teremtette, tehát nekünk valamilyen szint, tehát nekünk van számva ez is, a stratoszféra is ugyanúgy. Nem tudom, mennyire sikerült erre válaszolnom, érdekes kérdés. Jó, itt az az igazság, hogy csak korábbi válaszokat látom, nyomok egy frissítést, hát ha látok még, szeretnék kérdéseket, mert a téma nehéz, előfordulhat, hogy esetleg valamit nem fogalmaztam úgy meg, hogy az mindenki számára érthető legyen. Úgyhogy nézem. Jó, nem látok itt több választ, illetve több hozzászólást. Várjatok még egy fél percet, mert szeretném megnyitni akkor mondjuk egy másik böngészőbe, lehet, hogy az a baj, lehet, hogy azért nem látom. Szeretnék megbizonyosodni arról, hogy minden tisztel a tanultakkal kapcsolatban. Fél pillanat. És akkor közben azért még előirányoznám, újra elmondanám, hogy holnap zsidóetikával fogunk foglalkozni. Szerdán és zsidó gondolkodás történettel, és ennek a keretén belül pedig fogunk egy hosszú összefoglaló órát tenni. Ugye az eddigi 5 órának az anyagából, és nézem, 16 válasz. Gólemek teremtmények. Igen, most látom többet. Gólemek teremtményeknek számítanak, annak kérdezi. Minden teremtménynek számít. Minden. Tehát ugye az, amit meg kell érteni, hogy Isten az egyedüli szükségszerű létezés. Ami nem szükségszerű létezés, az már teremtmény. Tehát én azt hiszem, hogy amikor azt a kérdést teszük föl, hogy én a gólemből nem sokat tudok, ezt bevallom férfiasan, de ezt a kérdést sokkal egyszerűbb indirekt, azt a kérdést kell feltenni, hogy a gólem, hogy nem azon kell gondolkodnom direkt mód, hogy a gólem az vajon teremtménye, hanem az, hogy mi az, ami teremtmény lehet. És azt mondom, hogy Istenen kívül minden a teremtett valóságnak a része. Mert az egyetlen olyan létező, ami nem a teremtett valóságnak a része, az Isten. Ilyen értelemben, mert ő az egyetlen szükségszerű létezés. Ilyen értelemben pedig minden más létezés az már teremtmény. Jó? Ezt még úgy is meg lehet válaszolni, hogy valaki esetleg nem ismeri a gólemet. Minden szinten, minden értelemben a teremtett valóságnak a része. Van-e még kérdés? Az az igazság, én az utolsó kérdés, azt látom, most 6 perccel ezelőtt látok, ugye van egy kérdésem, de kicsit bonyolult lesz. Annától 1 perccel ezelőtt a gólemek teremtmények számítanak-e? Hát én itt nem látok több kérdést, de lehet, hogy ez egyszerűen a böngészőnek a hibája. Nem tudom. Jó, minden esetre egy rövid összefoglalást szeretnék most tenni. Tehát két dologról beszéltünk a mai nap elsősorban. Az egyik, Isten létezésének a minősége, és ezt még egyszer mondjuk, tehát azt kell tudni, Isten létezésének a minősége szükségszerű, feltétel nélküli és elsődleges. Minden más létezése azt mondjuk, hogy az a teremtett valóságnak a része, aminek a létezéséről pedig a következőt mondhatjuk el. Nem szükségszerű, hanem csak lehetséges, nem feltétel nélküli, hanem feltételes, és nem elsődleges, hanem csupán másodlagos. Jó?
ez az, amit a léttel kapcsolatban nagyon fontos tudni, hogy mi a különbség az isteni lét és a többi létforma között. Amikor pedig a folyamatos teremtésről beszéltünk, akkor a következőt mondtuk, Isten a szavakon keresztül teremtette a világot. Ezek nem emberi szavak, hanem isteni szavak. A különbség az, hogy Isten mivel szükségszerű létezés, ezért minden más létezésben benne van. Így szemben az emberi szóval, ami létezésében elválik az embertől, addig az isteni szó az nem válhat el Istentől, mert Isten mint szükségszerű létezés benne kell legyen minden más létezésben is, tehát az isteni szóban is. Ilyen értelemben pedig azt mondhatjuk, hogy a világ az nem is más, mint maga a folyamatos isteni kinyilatkoztatás, és ugye ezáltal a folyamatos isteni kinyilatkoztatás által tudja Isten biztosítani ugye a világnak a folyamatos létét. És hoztuk akkor azt a példát, na most láttok még kérdést, skajok. És akkor ezután pedig tárgyaltuk ezeket a példákat, hogy tulajdonképpen miben különbözik mondjuk a váza készítése, tehát az emberi alkotás, mondjuk a világ megteremtésétől, tehát az isteni teremtéstől, és azt mondjuk, hogy erre két analógiát mondtunk, mondjuk a nap és a napsugara közötti kapcsolat, hogy a napsugár mondjuk az legyen a világ, meg a létezés, és a nap pedig az legyen mondjuk Isten, Isten ments, ugye így gondolkozunk erről, de ugye ez csak egy modell, és azt mondjuk, hogy a napsugara az elválaszthatatlan ugye a napkorunktól. Nincsen napsugara, nincsen napkorunk. Nincsen létezés, nincsen világ, ha nincsen Isten. És egy pillanat alatt, hogyha megszűnne a napkorunk, akkor ugye, tehát megszűnne mondjuk Isten vagy a teremtő szó, akkor megszűnne minden más létforma is. A másik példa pedig ugye a feldobott kő esete volt, amiben, hogyha nem fektetünk bele folyamatos dobóenergiát, akkor a kő előbb-utóbb visszatér az eredeti állapotába, ami a nyugalom. Azt mondjuk, hogy a világ is ilyen, hogy a világ az a nem létállapotába csöppenne vissza, vagy térne vissza, azonnal, amint véget érne, az a úgynevezett a dobóenergia, amit most ebben a mi esetünkben ugye az isteni szónak a teremtő ereje. Következő órán arról fogunk beszélni, hogy ha valóban szükséges ez a folyamatos isteni energia a létezésnek a biztosításához, akkor hogyan kell értelmezni azt, amikor azt mondjuk, hogy szombati nyugalom, meg azt, hogy a Isten 6 napig teremtette a Földet, azonban a 7. napon megpihent. Ugye? Ez egy nagyon fontos kérdés. Azt mondjuk, hogy folyamatosan jelen kell lenni a teremtő munkának, és azt mondjuk, hogy viszont az alkotó tevékenységétől az örökkévaló a 7. napon visszalépett, akkor hogy tud a világ létezni? Hiszen most állapítottuk meg, hogy a teremtésnek folyamatosnak kell lennie. Tehát ilyen értelemben azt kéne mondjuk, hogy szombaton, amikor Isten visszavonult a teremtő munkájától, akkor azt kell mondjuk, hogy a világnak meg kellett volna szűnnie létezni. De mint azt látjuk, ugye nem szűnt meg a világ létezni, úgyhogy valamilyen módon biztos, hogy a teremtés jelen van. Akkor miként kell értelmezni a szombati pihenést? Ugye? Ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy Isten miért teremtette meg a világot? Mi és mi a mi szerepünk a világban? A következő órán erről fogunk beszélni, és akkor a mai órán tárgyaltaknak az összefoglalója után be is fogjuk fejezni a következő órán az első hitelnek a tárgyalását. Most még egyszer rákacsandítok itt a Facebookos hozzászólásokra. Nagyon remélem, hogy ugye nem láttam sok hozzászólást, nem tudom miért nem, majd ellenőrzöm még, de nagyon szép figyelmet, és tartsatok velem egy-két múlva is ugyanennek az órának a keretein belül, illetve holnap is, szerda este is, és még egyszer mondom, szombati készülődés részeként a Rebbe heti szakaszról tartott beszédeiről való tanulásra is. Jó? Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további kellemes estét, sziasztok!